Tisztelettel köszöntök mindenkit. Ma a Fidesz ismét kimutatta a foga fehérjét, csak szavakban fontos nekik a gyermekek védelme. A kegyelmi után ismét a pedofilok oldalára vált Orbán Viktor és csapata. A Törvényalkotási Bizottságban leszavazták a Demokratikus Koalíció gyermekvédelmi kezdeményezéseit. Orbán Viktor parancsára az emberei nemet mondtak arra, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnök hozza nyilvánosságra az Orbán rendszer összes eddigi elnöki kegyelmének részleteit, így K. Endre kegyelmi indoklását is. Orbán emberei nemet mondtak arra is, hogy a megélhetési válság közepén a családi pótlék megduplázásával segítsük a szülőket a gyermeknevelésben. Orbán Viktor emberei nemet mondtak arra is, hogy a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerre fordított állami forrásokat emeljék, duplázzák meg a gyermekvédelmi dolgozók bérét. Orbán emberei nemet mondtak a nevelőszülői és védőnői hálózat extra támogatására is, továbbá az állami gondozott gyermekek életkezdési és lakhatási támogatására. A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor a pedofilok mellett áll, nem védi meg a gyermekeinket, ezért kell megszabadulnunk tőle és a kormányától már 2026 előtt, és előrehozott választásokat kell kiszkényszerítenünk a gyermekek védelme érdekében is. Ha Orbán Viktor június 9-én az EP választásokon elveszti a többségét, akkor már másnap előrehozott választásokat fogunk követelni. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd közös listájára. Mi sem bizonyítja jobban, hogy Orbán Viktort és embereit egyáltalán nem érdekli a gyermekvédelem, hogy inkább elköltenek 500 milliárd forintot Rogán Antal hazug propagandájára, mint hogy sem ezt az összeget a DK gyermekvédelmi kezdeményezésére fordítanák. Ez is azt bizonyítja, hogy nem lehet foltozgatni, javítani az Orbán rendszert. Nem lehet a Fidesz egyetlen politikusát sem meghagyni a hatalom közelében. Ahhoz, hogy az orbáni pedofil hálózatot végleg kisöpörjük az országból, minél hamarabb meg kell szabadulnunk az Orbán kormánytól. Ez a gyermekek és az egész hazánk érdeke. A Demokratikus Koalíció szerint Orbán Viktor és emberei a pedofilok mellett állnak, ezért kell megszabadulnunk tőle és a kormányától már 2026 előtt, és előrehozott választásokat kell kényszerítenünk a gyermekek védelme érdekében. Ha Orbán a június 9-én az EP választásokon elveszi a többségét, akkor már másnap előrehozott választást fogunk követelni. Ezért kérünk mindenkit arra, hogy szavazzon a legerősebb ellenzéki listára, a DK-MSZP párbeszéd közös listájára.